Legutóbb egy regénnyel jelentkeztél, a Hutchinson rúgóival. Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy min dolgozol éppen, milyen könyvet tervezel legközelebb. A legújabb könyv az egy műfajában elég nehezen meghatározható, az a címe, hogy a Magritt vázlatok. Két évvel ezelőtt bukkantam Bázel mellett egy kiállításon, pontosabban egy Magritte kiállításon, egy olyan albumra, ami 400 képét tartalmazza a festőnek, és hát nagyon régóta szerettem volna valamit kezdeni Magrittnak a munkáival, és most ez a könyv egy olyan inspirációs forrás sá változott, hogy egyszerűen azt láttam, hogy 400 kép, 400 szöveg, és ennek valahogyan működnie kell. Nekiálltam, készen van a könyv, és szeretnénk ősszel kiadni. Úgy látom, hogy hoztál is belőle részleteket, arra kérlek, hogy olvasd fel belőle. Igen, véletlen pont itt van. Egy kurtizán palotája. A palota színfalai fából állnak, jobbra sötét rés, ajtó nincs rajta, hogy ne akadályozza ki- és besugranást. A kurtizán hatalmas képe lóg a falon, melltől hasig tölti be a keretet. Tele van vele, duzzad, a köldökén kissé meghajlik a bőr. Ő is anyától született. A kép mellett hosszúkás tárgy egy magányos fallosz sorsára vár. Az élő tükör. A tükrök akkor kelnek életre, ha értelmezik azt, amit bennünk látunk, ha képesek lesznek minden összefüggést meghatározni a horizont, a madarak kiáltásai, a szekrény és a röhögéstől megszakadt ember között. Máskülönben csak tükrök, bárhol lógjanak is. A csend hangjai. Az étkezőasztal fehér abrosza körül, kényelmes székek, hátul dívány, a falon polc és festmény, a sarokban virágál. A széthúzott függöny felől nyugodtan ömlik a fény. Ebben a csöndben egy pillanatra megáll minden, s hallom, ahogy a fényben ott matat a sötétség. Az áradás. A víz eléri a partokat, behatol a házak közé, bezúdul az ablakon. Mintha a nők megéreznék a nagy változást, mesztelen testük földagad, karjuk férfiassá válik, s hirtelen olyan tárgyakkal állnak elő, melyeket soha nem érintettek meg. A kezükben ott pihen egy hatalmas tuba. Az akrobata pihenése. A nő elképesztő... Bocsánat, újra. Az akrobata pihenése. A nő elképesztő mutatványokra képes, úgy csodálom akár az akrobatát. De talán a legszebb, mikor mutatványai közben elfárad és pihenni tér. Leül egy kőre, maga elé néz. Ilyenkor érzem minden porcikáját, cikázok a testén, ám egészében soha nem szoríthatom magamhoz. Az üres maszk. A szavak hiába nevezik meg a dolgokat, a jelentés csak eltakarja valódi mi voltukat. Most soroljam. Nézzük az eget. Mit jelent az ég? Nem azt. Vagy a függöny, a titkok kapuja. Vagy egy ház homlokzata, mennyi gondolatot elrejt. Az emberi test rejtelmei fölérnek az erdőjével. A szavak üres maszkok, haszontalan deszkák, tűzre velük. A jelenés 2. Elnézem a felhőket az égen, úgy vonulnak akár az önmagát megismerő gondolat. Ezt persze nehéz elképzelni, a felhők mégis ilyenek. Ám olykor a felhők között sötét formák nyílnak, de hiába mereztem a szemem, hogy megértsem, mit látok, nem jutok közelebb, mint hogy azt mondjam, jelenés volt a javából. Férfi újsággal. Kétségkívül hálás téma polgári nappaliban lefesteni az asztalra könyöklő, újságot olvasó férfit, engem mégis jobban izgat, mi történik akkor, ha a férfi
nincs ott. Vajon a térben az a pont, ahol a férfi ül, vagy ahol az újság lapjai kinyílnak, változik-e valamit, emlékszik-e a testre, ha már nincsen ott? A táj bájai. A tájkép a kerettel kezdődik, még akkor is, ha eszünk ágában nincs tájképet festeni. A bokrok, a fák hűségesen hozzák a formájukat, mindig ugyanolyanok. De mi történik ebben a lesen festett tájban, ha a történethez egy puskát mellékelünk? A táj izgalmakkal benépesül. A kém. A nyakkendős férfi apró kulcsukon át bámul a szobába. Szeretné megtudni, ott bent mi történik. Még nem jutott el a döbbenetig, még nem látja. Egy asszony feje lebeg a sötétben. Szegény férfi, talán többről is értesül, mint amennyiről szeretett volna.